Most pedig Anita Petek Dimmer 2008-as svájci előadásának, a magyar fordításának az ötödik része következik, amelyben azokról az adalékanyagokról lesz szó, amelyet a gyártó nem köteles feltüntetni a beteg tájékoztatóban, ezért nem is tünteti fel. Ezen belül is ennek az első része következik, ugyanis ketté vágtam ezt a részt, mert túl hosszú lett volna. A vakcina úgynevezett antigéneket tartalmaz, amelyek baktériumok és vírusok, majd tartósítószereket, amelyek nagyon fontosak, vagyis fontosak a gyógyszeripar számára. A tartósítószereket törvény írja elő minden inaktivált oltóanyag esetében, tehát bele kell tenniük, akár akarják, akár nem. Az emberi oltóanyagok esetében ez azt jelenti, hogy az emberekben való felhasználáshoz három, azaz három tartósítószert engedélyeztek, de ez elég is. Ezek a tiomerzál, a nátrium timerfonát és a 2-fenoxietanol. A tiomerzál 48,9%-ban, a nátrium timerfonát 43,7%-ban tiszta higanyból áll. Tiszta higanyból. Talán más nem is kell mondanom. Hivatalosan 1998 óta, de 2000 óta már biztosan a gyerekvakcinák nem tartalmazhatnak higanyt. De ahogyan azt már korábban megmutattam, csak azok az anyagok nyilatkozatkötelesek, amelyeket utólag adnak hozzá. Amit előzetesen hozzáadnak, azt nem kell deklarálni. És így a higanyt továbbra is használják. És akárhogy szűrheted és tisztíthatod, az utána is ott lesz. Ami azt jelenti, hogy még mindig kárt okozhat. A higany tanulási és koncentrációs zavarokhoz vezet gyermekeinknél az iskolában. Ezek a hiperaktív gyerekek ma az osztályok egyharmadát teszik ki, de általában minden osztályban vannak néhányan, akik kezelést igényelnek. És ez természetesen egy csodálatos üzlet. A gyógyszeripar először megbetegíti őket az oltásokkal, aztán ad nekik Ritalint, és mivel ez amúgy is annyira veszélyes és káros, a Novartis most kifejlesztett egy másik gyógyszert, amely állítólag a Ritalin mellékhatásait kordában tartja. Csak a három gyógyszerrel, azaz egy vakcinával és két gyógyszerrel a Novartis jól jár, és Daniel Vazella felveheti a fizetését. Sőt, az év végén még a milliós bónuszt is, ezért ez nagyon fontos. A 2-fenoxietanolról több mint 20 éve ismert a kutatásokban, hogy súlyos ideg- és vesekárosodást okoz, és éppen annyira ártalmatlan, mint a higany. Sajnos manapság inkább csak a higanyról beszélünk, mert az időközben a nyilvánosság számára már ismert. A nátrium timerfonátról és a 2-fenoxietanolról még nem beszélnek ugyanígy, talán főleg azért, mert a nevüket olyan nehéz kiejteni. Az adjuvánsok vannak még benne, ez a latin adjuvare, vagyis segíteni szóból származik. Ezek az úgynevezett segédanyagok nagyon fontosak, mondja a gyógyszeripar. Később megmutatom, hogy miért. Ilyenek például az oldószerek, pufferek, foszfátok, karbonátok, stabilizátorok, a vakcinákhoz különösen kedvelt médium 199-es, a poliszorbát 80, a hidrolizált zselatin, ami majdnem úgy hangzik, mintha finom lenne. De nem akarom elrontani az étvágyukat ebéd előtt, ezért nem mondom el, hogyan készül. A hidrolizált zselatin felelős többek között azért, hogy annyi allergia van a gyermekeinkben. Az emberi albumin a következő okból került a vakcinákba. Először is. A gyógyszeripar tudja, hogy a gyermekek, illetve bármely emberi lény, de különösen a gyermekek, anafilaxiás sokkot kaphatnak az oltás miatt, mert ez a vakcina idegenfehérje, és természetellenes módon jut be a szervezetbe. Ezt később elmagyarázom. És ezért sok szervezet anafilaxiás sokkal reagálhat rá. És hogy ezt megelőzzék, emberi albumint adnak hozzá, hogy legalább a legrosszabbat elkerüljék, mert akkor mindenki rájönne, hogy ez valójában az oltástól lehet. Az adalékok listája úgy hangzik, mint egy gumimacis csomag hátuljának a felirata. És abban is biztos vagyok, hogy azt mondják, hogy ezeknek a dolgoknak a gumibacikban benne kell lenniük, hogy szép zöldek, kékek és sárgák maradjanak, és hogy ne ragadjanak össze, de abban nem vagyok biztos, hogy ezeknek az anyagoknak az én 2 hónapos gyermekeimben is benne kellene lenniük. Ebben nem vagyok egészen biztos. Ha a jó Isten azt akarta volna, hogy a gyerekek testében ilyen dolgok legyenek, akkor így küldte volna őket a világra. Mivel ezt nem tette meg, kétséges, hogy a cuccnak ott a helye.
alumínium szulfátot szinte minden oltóanyag tartalmaz, és talán azt is tudják, hogy az idősek számára készült oltóanyagok egyre több alumínium szulfátot tartalmaznak. Az idősek ugyanis rosszabbul képeznek antitesteket, ezért több alumínium szulfátot adnak az idősek számára készült oltóanyagokhoz. Ezzel azonban a következő probléma merül fel. Tudjuk, hogy például az Alzheimer-kóros betegek szervezetében sok alumínium van. Ez okozza az Alzheimer-kort. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mesterségesen idézzük elő ezeket az Alzheimer-kóros betegeket.